Észnyomozó szolgálaton kívül. Észnyomozó és márkőrmester épp együtt fagyizgatott. Az összeszokott páros hosszú és fárasztó napot tudhatott maga mögött. Teljesen ki vagyok. Te hogy lehetsz ennyire friss? Nem vagyok az, Mark. A fagyi viszont felfrissített. Esti hírek, megszöktek a rablók a rendőrautóból úton Middletownba. Middletown? Nem onnan szállították börtönbe azt a bankrabló bandát? Hé, add csak egy újságot! Megszökött a rabló banda. Ezt az ügyet oldottuk meg ketten 2 hete. Kapcsol csak be a tévét! Wisconsin polgármester jelölt felháborítónak tartja, hogy a rendfenntartás ekkora csődöt mondott. A rendőrségnek 2-szer annyi fizetés járna, és sokkal jobban fel kell szerelni őket. Ne feledjék, a városi krónikákban olvashatták és hallhatták ezt a rendkívüli hírt. Most kapcsoljuk tudósítónkat. Étel mellettem 2 rendőr, akik a bűnözőket szállítottak. Mi történt? Hát, defektet kaptunk az erdőben, úgyhogy meg kellett állnunk. Ekkora semmiből felbukkant egy teherautó, megtámadtak minket és elvitték a foglyokat. Utána 1 óráig eszméletlenek voltunk, csak akkor tértünk magunkhoz, amikor önök ideértek. A szó a stúdiói. Nagyon érdekes. A Middletowni rendőrség biztos égre földre keresi őket. Nem találják meg őket, Mark. Ezt meg miért mondod? Több okból is. De most menjünk haza, rendben? Markörmester, résznyomozó, jelentkezzen! Itt Markörmester! Azonnal jelentkezzenek a Middletowni kapitányságon! Rendben vettük. Nyomozó urak, mivel maguk kapták el először a bankrabló bandát, mondják, hogy mit tudnak róluk. 4 tagú az egész banda. Az egyikük mérnök, aki a széfeket kutatja fel, a második a zárakat szokta kinyitni, a másik 2 pedig őrzi a széfeket. És mindig ott hagyják a logójukat a tett helyen. Másnap reggel. Valaki levelet hagyott észnyomozónak. Ma délelőtt 11. Valami történni fog délelőtt 11-kor. Vagyis történt 10 perce. Úgy sejtem, a bankrabláshoz lehet köze. Észnek igaza volt. A Middletowni bankot valóban kirabolták. Megoldjuk magunk, nyomozó urak. Nem kell csak ezért mentorából Middletownba jönniük. Csak segíteni akartunk. Itt is van a szokásos logójuk. Szóval biztosan ők voltak. Menjünk, Mark. Tudják ők, hogy mit csinálnak. Ez itt a tetthely, és ne feledjék, ezt elsőként a városi krónikákban látták. A bűncselekmény időpontját előre bejelentették. Észnyomozó pontosan tudott is róla. Valami nincs rendben. Innen menekültek el tegnap este 7 órakor. Mark, keressünk rá a térképen erre a pontra és a környékére. Látni akarom, hogy mi van az újságban és a hírekben. Itt is van. Rablás történt a Middletowni központi bankban. Ma délelőtt 11 órakor a rablóknak nyoma veszett, a rendőrség nem talált rájuk, a városi krónikák szerint a rendőrség ismét csődöt mondott. Másnap reggel észnyomozó még egy levélre bukkant. Ma déli 12-kor. És ahogy az előző nap is történt, a bűncselekményt pontban a megadott időpontban követték el. A gengszterek ezúttal egy teherautót raboltak ki, amelyik éppen pénzt szállított egy automatába. Meg is érkezett a jelentés. Elsőként a városi krónikákban látták. Fogalmunk sincs, mi történt. Kiszúrták a kerekünket, és amikor kiszálltunk, hogy megnézzük, felbukkant egy teherautó, lefújtak minket valamivel, és eszméletünket vesztettük. Azt hiszem, kezdem sejteni, hogy mi folyik itt. Kérlek, deríts ki nekem valamit, Mark. És még valami. Tudnom kéne, hogy mikor szállítanak pénzt az automatákba. Olyan, mintha te lennél most már a főnököm. Rendben. Mark érdekes információval tért vissza. Ezt az automatát legtöbbször 2 hetente tölték fel pénzzel. Most viszont már 8 nap után újra töltötték, és ezeken a számlákon elérték a készpénzfelvételi limitet.
És ezek a számlák kinek a nevén vannak? Deríts ki! Azt hiszem, tudom, kik lehetnek. Hát, rendben. Miután Mark megtudta, mit keresnek, észnyomozóval felkeresték a város polgármesterét. Ezért fontos, hogy átadja nekünk az ügyet, még hogyha a bűncselekményeket Middletownban követték is el. Az ottani polgármester biztosan engedélyt ad rá. Teljesen értem. Azonnal intézkedem, észnyomozó. De egészen biztos benne? Ezen kívül nincs más lehetőség. Ám legyen, akkor azonnal intézkedjenek a rendőrökkel. Tegyenek róla, hogy a riporterek kövessenek minket, és ha odaértünk, szivárogtassák ki a hírt, tudják kinek. Köszönöm, uram! Miért érzem úgy, hogy a gyerek parancsait követem? Észnyomozó és a többi rendőr civil ruhába öltözve elindultak az erdőbe, ahonnan a gengszterek legelőször megszöktek. Egy ösvényt követve, egy háznál kötöttek ki az erdő közepén. Néhányan menjetek le a pincébe, valami azt súgja, hogy ott rejtőznek. Ti menjetek arra, lehet, hogy ott lesz a teherautó az istállóban. Rendkívüli hír! Észnyomozó felkutatta a gengsztereket, és a teherautóból ellopott pénzt is. Miből jött rá ezekre, észnyomozó? Mindent elmesélek, ugyanitt, pontosan egy óra múlva. A hír, hogy megkerültek a bankrablók, és előkerült a pénz, minden hírcsatornához és riporterhez eljutott. Sőt, még a jelenlegi polgármesterhez és Mr. Wisconsin polgármester jelölthöz is. Mindannyian a tett helyre siettek. Észnyomozó pedig elárulta, hogyan oldotta meg az ügyet. Legelőször is a sprétől, amivel a bankrablók elkábítják az áldozatokat. Az arcuk a támadás után akár 3 óra hosszan is felpuffad és kivörösödik. A rendőrök és az automatát őrzők arca viszont nem volt se vörös, se felpuffadva. Ekkor gyanakodni kezdtem. Másodszor, őrmester, említettem önnek, hogy a banda mindig a tett helyen hagyja a logóját. Mivel nem bíztam a rendőreiben, nem árultam el, hogy a rablók mindig a széfen belül hagyják a logót. És nem a földön, vagy bárhol máshol. A rablásnál és a teherautónál viszont a logó a földön volt. Így egyértelmű volt, hogy nem ez a banda rabolta ki a bankot. Valaki csak az ő nevükben követte el a bűncselekményeket. Ki tenne ilyet és miért? Ráadásul már átfésültük ezt a házat, amikor őket kerestük, de nem találtunk itt senkit. Akkor hogy lehet, hogy most itt voltak? Azért nem talált rájuk, mert a teherautóban voltak. Ott bujkáltak, mialatt maguk átfésülték a házat. És miután megállapították, hogy nincsenek a házban, idehozták és bebörtönözték őket. A műholdképen jól látszottak a keréknyomok a sárban. És ki áll ezek mögött? Hát az, aki be akarta bizonyítani, hogy a Middletowni rendfenntartás egyre csak romlik, hogy megnyerhesse a polgármester választást. Hogy van, Merced? Van erre bármi bizonyítékod? Csak válaszoljanak pár kérdésre. Ön és ön, uram. Én? Igen. Például hogy lehet, hogy az ön csatornája és újságja mindig elsőként ért a tett helyre? Honnan tudta, hogy levelet kaptam a rablásokról? Én senki másnak nem meséltem, csak Marknak. És talán tévedek, hogy ön és Mr. Wisconsin már több mint egy éve barátok és egyben üzlettársak, ugye? És talán abban is tévedek, hogy ez a ház az öné, uram? Uram, talán nem igaz, hogy maga bankár volt, mielőtt 2 éve nyugdíjba vonult? Amikor egy automatából kifogy a pénz, a gép üzenetet küld egy központi készpénznyilvántartóba, ami aztán értesíti a céget, ami a központból az automatákba szokott készpénzt szállítani.
És főbankárként önnek volt hozzáférése ezekhez az információkhoz. Amikor megnéztem az automata feljegyzéseit, ebből a konkrét automatából közel egy héttel előbb kifogyott a pénz, mint szokott. És a készpénzfelvételek nagy része az önök és több más rendőr számlájáról történt. Megmagyarázná, hogy miért? És ezzel mit akar pontosan mondani? Hogy a polgármester jelölt el akarja hitetni, hogy a Middletowni rendfenntartás sokat romlott a jelenlegi polgármester alatt, hogy őt válasszák meg. Azt is bejelentette, hogy megemeli a rendőri fizetéseket, ha hatalomra kerül. A rendőrök pedig ezért segítettek neki. Hogy bebizonyítsa, hogy nem működik a Middletowni rendfenntartás, megkérte a rendőröket, hogy rendezzék meg, hogy a retteget gengszterek megszöktek. Ők pedig ugyebár bankrablók. Így az ő nevükben kirabolt egy bankot és kiürített egy automatát. Két nappal a választások előtt, hogy szavazatokat szerezzen magának. Majd, miután hatalomra kerül, azt a benyomást akarta kelteni, hogy mennyit javult alatta a rendfenntartás. Méghozzá azzal, hogy újra elkapja a gengsztereket, az ellopott pénzt pedig megtalálja. Te pedig most tönkretetted! A választási szabályoknak megfelelően ezennel kizárom a lakosság megtévesztéséért, közpénzlopásért pedig letartóztatjuk. Köszönjük, észnyomozó, hogy segített Middletownon. Egy hajszálon múlt csak, hogy nyerjek. Nem hiszem, hogy egy gyerek túljárt az eszemben.